about it. Ugye nyilván az edző viszél a balhét, amit nem azt mondom, büszkén, de méltósága vállalok, meg viselek. De ezek a súlyos egyik hibákat nem tudom kiküszöbölni, ezeken dőlt meg egy csapat, meg egy edző sorsa. Hangsúlyoznám, és ez tényleg, hogyha szóba kerül bárhol médiába, ezt hangsúlyozom, a Nagy Dominik keretbe kerülésének semmi köze a Todorovics Stefanovics elvtársához. Nagy Dominik hetek óta velünk is készül, meg a U19 is készül. A Dominik a tavasz szezon, az őszi szezon másik féltől kezdve kiváló teljesítmény nyújt az U19-be. U17-es válogatott, ahol alapcsapat a válogatottnak. Edzéseken, mérkőzéseken kiváló nyújt az U19-ben, két éve fiatalabb létére. Edzéseken nálunk a srácok előtt csak labdával is nagyon, nagyon jól teljesít. A Nagy Dominikot a képessége, tehetsége, hozzáállása hoztam az első keretbe. Már korábban is volt róla szó, de mint az U19-nek voltak az őszi rajtból fakadóan lemaradása mezőnnyel, addig még ott, hogy 19 rúgja volt, hogy segítse a csapatát, ezt megtette. Úgyhogy Dominik a saját önerejéből került fel hozzánk az első csapat keretéhez, és nagy valószínűséggel, nagy, ha úgy alakul a mérkőzés, be is mutatkozni a Dominik. Hát ahogy mondják, az előjelek nem túl bízhatóak, igazából, mert tényleg rengeteg a sérült, beteg, hiányzó játékos. Ez nem könnyíti meg ugye az edzőnek a dolgát, pláne a mi helyzetünkbe, de ahogy mondtad is, tényleg az abszolút igazság, mert nincs más, hogy aki pályára lép, az a kezdő PMSC, az a legjobb PMSC, nekik kell bizonyítaniuk, akár ha eddig kiegészítő emberek voltak, hogy az edző eddig lükepék volt és felőzte őket, hogy annyira jók, hogy ezt ők tudják kompenzálni, úgyhogy a heti érzés munka alapján azt kell mondanom, hogy nagyon bizakodó vagyok, bár nagyon nehéz mérkőzés, ezt legyünk őszintén, a mérkőzés esélyen mi vagyunk. Ha a Debrecenben valaki x-szer, az bravúrnak számít, de mégis úgy megyünk le, hogy meg tudjunk mindent annak érdekében, hogy a Debrecennek egy matematikai esélye legyen elbukni a bajnoki címet, és aztán jövő héten meg hozza be, és legyenek bajnokok, mert a legjobb csapat Magyarországon, úgyhogy ünneprontásra is készülünk kicsit, de legyünk őszintén, benne van az is a mérkőzésben, hogy nem 0-0 lesz a vége. Igényesünk a fiatalokhoz, és igenis meg kell tenni ezt korábban is, és meg kell tenni később is, a jövőben is azt, hogy a saját fiatalokhoz nyúljunk. Ha nem is alapembereké válnak azonnal, de pár éven belül ezt a játékosoknak alapembernek kell lenni a csapatban. Mert ha nincsen Lantosunk, ha nincsen Debuszunk, nincsen Horváth Zsoltunk, úgy nem lesz kíváncsi a csapatnak a szerepésére. És ezért kutya kötelességünk beépíteni olyan tehetséget, mint a Gároly Viktor, mint a Nagy Dominik, mint a Túri Tamás esetleg, mint a Városi Viktor is, vannak még játékosok, akik oda kerülhetnek. Nagyon jó dolog az, hogy felkerülnek saját nevelési fiatalok, mert majd hozzátesznek a játékunkhoz, mert természetesen bizonyítanak vannak, hogy itt a helyük, hogy szeretnek itt focizni. És ez nagyon jó dolog. Biztos nagyon nehéz mérkőzés lesz, mert a Debrecen ma vagy holnap eldöntheti, hogy bajnok vagy nem, de szerintem ez már eldőlt. Hát mi mindenképpen egy jó eredményért megyünk. A legfontosabb az, hogy egységesek legyünk. Igaz, nagyon nehéz hét volt, mert sok a sérült, meg voltak más események is, de igazán ezzel most már nem foglalkozunk, mert most a meccs a legfontosabb. Csapatban gondolkodtam akkor is, amikor kispadon ültem, amikor cserébe kellett beállnom, mindig azért álltam be, hogy eredmény legyen, mert tudtam, hogy az Olivier miért hagyott ki. Én ezt sajnán fogtam föl negatívan, de szerintem így kéne felfújni mindenkinek, és akkor lenne egy jó csapat, és lennének eredménye. Hát most itt lesz a lehetőség, most rajtam a sor, hogy újra jó formát tudjak nyújtani, és hát nagyon nehéz meccs lesz természetesen. De hát azért megyünk, hogy eredményt érjünk Debrecenben. Mentálisan felhozni a srácokat úgy látom nem kellett, az egész heti munkájuk az kiválónak értékelhető, tényleg kiváló volt a hozzáállás, az egész heti munka. A hangulat is egyre jobb, hál' Istennek újra, tehát nagyon jó beszélgetés, poénok hangzanak el a pályán. Jó lenne most már érkezés után közvetlenül is örülni, meg oldottnak lenni, az azt jelenti, hogy azért sikert értünk el. A játékos keret a Debrecennek erős, nagyon erős, a külföldiek jó, a saját nevelésük mind jó. Ez hangsúlyozva, hogy ez a példa minden magyar csapat számára szerintem, és az arány is ez a példa.
Úgyhogy talán az az előnyünk most nekünk, hogy leserelnek bennünket. Reméljük így is ezt a mérkőzés is nehezen törődnek föl rá, hiszen Debrecennek volt most az elmúlt hetekben rangadói voltak. Azért sok-sok rangadóra mindig fölpörögni, pláne egy Pécs ellen van talán nekik nehéz lesz. Úgyhogy a pszichésen is nézzük talán még az előny. Meg kell mondanom őszintén, hogy senkit nem bánt, hogy senkit nem kritizálva, hanem elfogadva a kritikákat, amik értek bennünket hazai pályán, de talán könnyen tudjuk idegenben is játszani. Mert tőlem az elfogyott velünk szembe, pedig dolgoztunk keményen, és szerintem mi látunk előrelépést bőven a csapatban. Talán nekünk most adott minden ahhoz, hogy felszólalni jártunk, de az a célunk egyébként, megmondom őszintén, fényesen, hogy a Debrecen nyerni akarám nyerjen, de én izzadjon vért a győzelemhez. Ha ezt elérjük, akkor azt mondom, hogy a metrőbet tudunk lenni a pályáról, a média is akkor talán pozitív beszél a csapatukról. A rajtás azt mutatja most, hogy a keretet minden tekintve, hátteret a múltat tekintve, már a közelmúltat tekintve a Debrecen esélyes a működésnek. Hát valószínűleg nem nullásra fog vinni a Dini, hogy nem lesz dolga. Én is azt kívánom neki, hogy ilyen fiatal legyen egy 9-es, 10-es osztályzat a Népsporttól. Egy ilyen kvalitású sportembernek benne van az a karrierében, hogy fog egyszer 10-esre védeni. Hát remélem, hogy ez így 4-7-esem alatt tesz ez meg, mert akkor azt jelenti, hogy a Debrecenből ponttal távozunk. De a Dini jó teljesítménye, ez nagyon-nagyon kell a védőknek a kemény, precíz munkája, és kell a támadók munkája is, hogy azért ne csak rohamozzon az ellenfél, mi is azért rohamozzuk őket egyszer-egyszer. Ugye ez tényleg egy csapatmunka lesz a holnapi. Nagyon bízom benne, hogy ami eddig kifelé pattant, az befelé fog pattani a javunkra, ami eddig befelé pattant, az kifelé fog pattani a mi javunkra. Talán most már egy tízet is befújnak nekünk, mert volt egy pár, amit nem adtak meg az elmúlt mérkőzéseken, soha nem reklamáltam érte. Talán kicsit megfordítjuk az egész tendenciát, akkor talán van esélyünk.